Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Retrozabálók, az MD Media multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Paralaxis Retroverzumban. Ez itt a Retrozabálók hatodik része, a mikrofonnál gizurgergő. Gergő. Mielőtt bedobnám a mai beszédtémáinkat, hatalmas üdvözletet. Mielőtt bedobnám a mai beszédtémáinkat, hatalmas üdvözletet csapassunk két beszélgető társamnak. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát, szia Mila! Sziasztok! És persze Magyarósi István, szia István! Sziasztok! Miután megvolt az üdvözlet, a mai témánk a magazinok, illetve a gyűjtögetés lesz. Ugye a 90-es években is, meg talán kicsit később is, valószínűleg, illetve remélem, hát majd 45 percből kiderül, vagy 45 percből kiderül, hogy meghatározó része volt talán mindannyiunk fiatalkorának, gyerekkorának, úgy nagy vonalban először, hogy igaz -e ez <laughs> egyáltalán? Lesz-e értelme itt ülnünk? Na! Még szép! részemről mindenképpen. Na, mesélj, mi látod, hogy akkor te abszolút, abszolút, volt gyűjtögetésed? Ah, ez az, kezdhetem én. Igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent gyűjtöttem, szerintem nálam ez egy ilyen függés, úgyhogy nagyon-nagyon sok energiám volt hogy ezekről leszokjak gyerekként, mert hát azért mindent nem lehet gyűjtögetni, de elképesztő sokféle dolgot gyűjtöttem, nyilván függően attól, hogy hány éves voltam. Nem tudom, kezdjük rögtön, és akkor mondjam, hogy, hogy miket? Mert, mert, vagy még... még... Még, akkor ne, még ez most csak általánosan, mert egy akkor, akkor István, mert te, te, tudjuk, tehát te egy nagyon jó alany vagy itt, te már egy nagyon jó beszélgető partner leszel. Na István, te jó leszel-e, le, vagy küldjünk haza? Valószínűleg <laughs> valószínű kevésbé, tehát én sokkal kevésbé voltam gyűjtögető alkat legalábbis. Sok mindent úgy próbáltam elkezdeni gyűjteni, de aztán nagyon gyorsan kiebrándultam így mindenből. Tehát én az a fajta, az a fajta ilyen kocagyűjtögetőnek lehetne nevezni, aki úgy szeretné gyűjtögetni, de utána nagyon hamar leszokik róla. Tehát, hogy nagyon kevés olyan dolog van. Itt a magazinokat, ahogy mondtad meg a gyűjtögetés, meg a 90-es évek, tehát a tínédzserkor így, így, bevillant, hogy most milyen jó lenne, hogyha mondhatnám azt, hogy így megvolt a Playboynak az első résztől az utolsóig az összes, de nem. Tehát, hogy egy darabbal nem rendelkeztem abban a, abban a periódusban, úgyhogy ezt nem tudok erről mesélni. De volt más, más, azért van pár dolog, amit úgy talán hozzá tudok szólni. Most a rádiónéző gyerekeknek azért egy elárulom, hogy István itt szerénykedik, de én itt a háttérben azért nagyon szépen sorakozva látok ott dolgokat a polcon valami, nem tudom, könyvek azok, tehát nekem nem mond, hogy nem gyűjtesz valamit. De, nem, 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 gyerekkor és semmi. De kép... akkor is nagyon akkurátusan ott van. Igen, igen de hogy ezek megmondom neked őszintén, Mióta elkezdtem csinálni, a szubzsánért tettem ide, kvázi dekorációként is, tehát hogy, látszott, hogy Ja, hogy ugye... in az intellektuelnek tűnje világos. Na, ott ott a, a Subzsánerben ott a videót is szoktunk néha venni, és ott elég hülyén néz ki, hogy itt csupasz ez a, a rész, Úgy gondoltam, hogy nézek már ki többé-kevésbé, úgy, mint aki látott már könyve, hogy az életem során, meg a is során, tehát voltak gyerekkoromban is sok könyvem, de hogy szerintem talán egy vagy kettő van meg abból a periódusból, a 90-es évek végén, mikor pár ilyen science fiction könyvhez hozzájutottam, és akkor azt úgy meg tudtam venni. Két-három könyv van meg abból a periódusból, a többit valahogy mindig megszabadultam tőle. Tehát én egy ideig úgy, úgy halmozom, utána kidobom, majd utána megint halmozom, majd megint, és akkor tehát nekem így működik, nincsenek meg ezek a régről maradt dolgok. Semmi, semmi szentimentalizmus nincs benned. Nem, én borzalmas vagyok ilyen szempontból. Van egy, egy Conan könyvem, tehát azt, azt tudom, hogy az még mindig megvan. Vázlista. Tekintve, vagy, tekintve, Mila valószínűleg föl fogja sorolni a félvilágot, úgyhogy még egy kicsit, kicsit érlejük lát, mert aztán szerintem utána mi így 40 percig kusba leszünk. Nem azért. Hogy, de István, akkor, akkor mi vagy te rövidebb leszel, ezért, ezért meg Köszön. Ez már most így ez látjuk. Ez jól hangzik, rövidebb lesz. igen. Nem, akkor azt, a rövidebb vagy, tehát azért nem, nem, De volt valami egyáltalán, amit gyűjtöttél? Most tök minden, most engedd el azt, hogy megvan-e még, vagy hány percig tartott, de ugye voltam voltam, -e mondjuk akár egy 5 perces impulzusra legalább? volt, volt, volt pár dolog. Az egyik ilyen impulzus, az, 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 még édesapámtól ragadt rám, az a bélyeggyűjtés, az, az nem tudom mennyire. Azért ez, ez, így, ez így dívott bizonyos körökben ez a bélyeggyűjtés. Neki is meg volt a saját gyűjtemény, amit én csak úgy nézhettem, meg úgy már, már így tizenéves fejjel esetleg bele is lapozhattam, de a magába az albumba, de nem, hogy magukat a bélyeket nem igazán fogdoshattam meg, tehát az egy ilyen csúnya dolog volt, meg volt a kis csipesz, Ú, akkor ő nagyon, az nagyon rendezett volt. Igen, 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 igen. És hála az égnek az még megvan, az övé. Én is elkezdtem gyűjtögetni, de hát annak nagyon, tehát nem tudtam olyan szépen, ahogy ő csinálja, nem volt olyan rendezet, nem, egyszer nem volt meg bennem az az elhivatottság, hogy annyira, annyira akkurátusan, szépen a sorozatokat kigyűjtve, szépen tematikusan tárolva, ahogy ő csinált, ezt, ezt én nem voltam képes sokáig művelni, egy kis ideig megvolt, megvolt nekem is egy kis albumom, hát köze nem volt ahhoz, ami, ami neki, de hogy egy ideig gyűjtögettem, szerintem az enyém már nincs meg, vagy lehet, hogy van belőle valamennyi, az övé az megvan, két-három két, albumot megtaláltam így a, a, az évek alatt, hogy jó párszor költöztünk, az valahogy sikerült mindig megmeneküljön, és, és ott van egy kis szentamentális kötődés, úgyhogy azt, meg, azt sikerült megtartani. Tehát ez volt a legelején, amire visszatok emlékezni, az első ilyen gyűjtés, az, azt hiszem ez a bélyeg volt. De akkor az meg, is, meg is marad akkor az a, az a maradék, amit most ugye megörökölt. Igen, arra már szerintem vigyázok, tehát arra most így meg nem mondanám, hogy hol van a házon belül, de tudom, hogy ennek a háznak a tájékán van valahol. Ő, 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 vele, ő vele sikerült kezdeni a gyűjtögetést, akkor nekem is beugrottak azok a típusú gyűjtögetések, amit még a múltkoriban beszélgettünk, ezeken a turbórágó, hogyha ez mond valakinek valamit, a jó kis autókat gyűjtögettük ott, a, amik benne voltak ezekben a rágókban, vagy a a volt foci is, meg egyéb ilyen, ilyen, típusú, ilyen típusú dolog, és akkor még ott cserélgettük, de ebből se semmi, tehát én nem sikerült egy ilyen szép sorozatot kihozni belőle, tehát nem voltam eléggé lelkiismeretes és eléggé elszánt, úgyhogy utána meg gátlástalanul váltam meg tőle tulajdonképpen. És a Turbó rágónáit itt azért annak volt egy pikantériája, mert én emlékszem, hogy én egy dobozban, egy, egy, egy műanyag dobozban tartottam Ugye a matricákat, vagy a végülis az volt, igen, és ö, annyira jó ez a, ez a tutti-frutti illata volt az egész doboznak, mert ugye amikor megvetted a turvórágot kibontottad, és ugye a, a matrica az köré volt tekerve, ekköré a borzalmasan kb. 5 percig volt íze a rágónak, mondjuk addig nagyon jó, utána már penetra volt, de addig nagyon jó volt, és ez a matrica teljesen átvette az illatát, ezt a, tényleg ez a tutti-frutti, vagy nem tudom mi, és a dobozban az összes matrica olyan jó illatot árasztott magából, hogy hihetetlen Nekem, nekem annyi maradt meg róla, hogy, hogy az kellett, hogy, hogy azért mert kibontottad, akkor jutottál hozzá a matricához, vagy a, a gyűjtögethetős dologhoz. De hát, hogyha kibontottad, viszonylag hamar elkezdett kiszáradni. Ergo, hogyha sikerült egyszerre három-négy darabot megvenni, azt muszáj voltam kibontani, viszont akkor muszáj voltam el is rágni. Tehát arra emlékszem, hogy megvan hogy egyszerre három-négyet próbálok, úgy, mint az őrült csócsálni, csak azért, hogy ne menjen, már pazarba, haza. igen. Igen, igen. kiszáradt, hogyha ha levegőn hagyta az. Vagy, hogyha hogyha kicsomagoltad és visszacsomagoltad, kiszáradt igen, igen, rohadtul úgy, hogy arra emlékszem, hogy volt pár tudtam többet venni, és akkor egyszerre hármat rágtam. És hogy... De egy büszke voltam, hogy három olyan kis matricám is van, és akkor nézegettük itt az autókat, meg cserélgettük az osztályban. Tehát ez a, ez a része meg volt. Na, Mila, most, most, már, most, már, most már látom rajtad, meg, tehát valami valamit dobjál be, mert, tehát, most ezt úgy állítottuk be, sem valami rettenetesen profi gyűjtögető lennék, aki ilyen. ilyen Tudni sállom, kell, hogy a most is a, gyűjtemény, a gyűjteményének a valami kupacán ül, a tetején is. Ugye. Biztos vagyok benne. Hát a múltkor előkerested, még a kis vonatot is mondtad, hogy még megvan nektek. És meg volt. A... És tényleg meg volt. Egyébként tökéletesen nem találtam meg, nem kutattam utána, esküszöm, hanem kerestem a karácsonyi díszeket a fára. És megtaláltam a dobozt, és így mondom, úristen, hát ebben nem karácsonyi díszek vannak, és tényleg nem, hanem a vonat volt benne, és itt tökre meglepődtem, mert nem gondoltam. A vonat akart, hogy Igen, 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 hívott engem, úgyhogy ez, ez ilyen volt. De, de amúgy nem, nem vagyok egy ilyen függő, aki így rendszerezi meg, mappákba rendezi meg, nem tudom, bepolcokba polcokba, és ahhoz veszi a polcot, hogy pont úgy nézzen ki, ahol a mi, amit vesz, hogy jól nézzen ki a polcon. Tehát ennyire nem vagyok függő, vagy nem voltam soha. De, de én is bélyeggyűjtéssel kezdtem, vagy anyukám kezdte bélyeggyűjtésre egész konkrétan, és így nyilván én is így szoktam rá. Tehát én nálunk ő volt a függő, és ő rendezgette ilyen kis csipesszel a bélyegeket, és nem nyúlhattam hozzá, mert különben megsérültek. Úgyhogy volt ilyen bélyeggyűjtős könyvünk is, ugye, amiben lehetett pipálgatni, hogy mi az, ami megvan, melyik év van. Szerintem még ezek is megvannak valahol. Amúgy. De amiket én gyűjtöttem, hát. Beszéltük, hogy én nagyon kicsi voltam még a 90-es évek legelején, tehát egy ilyen pár éves voltam, úgyhogy először ilyen pónikat gyűjtöttem például, tehát én imádtam a lovakat meg a pónikat, úgyhogy nekem abból volt rengeteg gyerekként. Voltak ilyen műanyagok, valamiknek hangja is volt. Nagyon, nagyon gonosz módon be is színeztem őket, így mindenféle mintákat rajzoltam rájuk, mint az én pici póni mesémben, mert hát a gyerek az kreatív akar lenni. De ezek milyen pónik voltak? Ezek ilyen műanyag pónik, amik gumiból, valamilyen gumi per műanyag anyagból készültek, tehát valamennyire puhák is voltak, úgyhogy ilyenek is voltak, meg voltak olyan lovak, amiket ilyen, szerintem ezeket majd napig lehet kapni, az meg ilyen kemény műanyagból készült, amit meg lehetett kocogtatni, és így nem mozgott, tehát egyikük sem mozgott, ezek régen nem úgy készültek, hogy ezeket sem mozgatni. Ha olyan volt, az rettenetesen drága volt, ha olyat készítettek, ami így mozgatható volt. De voltak olyan szépek, Úgyhogy én, én, én pónifüggő voltam nagyon sokáig. Egyébként ma már nem szerettem a annyira, nagyon érdekes. Elosztottad arra az időre a szeretet, és el is vagyok Egész életednek igen, a szeretet Igen, igen ki kiéltem pár év alatt. Az a baj, egyébként velem ugyanúgy vagyok vele, hogy így le tudok szokni dolgokról, tehát hiába kezdem el gyűjteni, aztán abba hagyom, mert, mert valami tök más kezd el érdekelni hosszú ideig, nem mindegy, szóval ez ilyen kicsit vicces. Uh, ami még kicsiként volt, azok voltak ilyen Ilyen, ilyen, műanyagból készült cumik különböző színekben. Azok, azokra emlékeztek? Hogy a viharban Látátok, kicsi, nagy, közepes, és igen. Em, igen. igen, 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 mindenféle hülye színben. Igen, 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 igen. Azokat is gyűjtöttem, azokat így föl lehetett, nem tudom, fűzni valami medára, vagy láncra, vagy nem tudom, föltenni a táskára. Úgy tartónak. tartóra, bármire fel lehetett tenni. Tehát, hogy szerintem a már ilyeneket nem gyártanak, én nem hiszem, hogy ilyen még van. Nem is emlékszem, mm. hogy egészen, volt az egészen pici ilyen, ilyen, Igen, és utána, ilyen, és voltak az ilyen hatalmasak szinte. Ilyen kiskörön -kis méretűtől kezdve a, a tenyered méretéig is, van. és volt, nekem volt ismerős, akik gyakorlatilag minden méretben, minden színben, is basszus, annyi volt, mint a rohadás. Igen. Tényleg, Igen. A, a műanyag cumik. Ilyenek Igen. is, ilyeneket is, Ö, meg biztos, hogy mindenki emlékszik a Kinder tojásnak a különböző figura szettjeire, meg egész konkrét ilyen csak oroszlánok, csak pingvinek, csak mit tudom én... A tematizált örök, figurák. Tematiz ah, igen. Egyszer voltam egy kiállításom, nem, nem is tudom, valami, talán Dunaplázában volt egy ilyen egyszer. Nagyon durva, hogy így följöttek nekem is az emlékek, hogy milyen, milyen, sorozatokat gyártott annak idején a kinder. És nyilván ezek voltak a legjobbak, tehát az emberek így, mindig így kocogtatták a kinder hogy ez, 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 az ez a kis jó, tonyását, vagy a másik. Hogy Igen, igen, <laughs> mert akkor azt meg össze kellett rakni, azok ilyen összerakósak voltak. Igen, pont ezt beszéltük. Az tök jó. Pont ezt beszéltük egy kollégámmal a múltkor, pont, hogy, hogy a régebbi, és tudom, most már megint a régebbi minden jobb volt, nem? Feltétlenül, de hogy hogy nemrég pont a kezébe akadt egy új kinder, ugye a csokivjet vettem meg nyilván, mert ugye bélpoklos, <laughs> De hát azért megnéztem, mi van benne, és hát ilyen rendkívül bonyolult volt, hogy egy krokodil volt, így összepatintottad, és jó napot kívánok, kész volt a krokodil. És pont utána arról beszéltünk, hogy azért régebben, hát ott azért rengeteg sok darabból állt igen. A dolgok. És és tényleg, ahogy mondtad, Mire, hogy mentünk a boltba, és úgy tényleg megráztuk, hogy, hogy hú, ebbe sok darab van, mert akkor ez biztos valami, lehet, egy kis autó, mert mit tudom van benne fém, akkor az lesz, tehát, hogy még volt, hogy fém igen. is volt benne. Igen. Uh, és hogy ez úgy nem a mai kindertől tojásokban már nyilván nem látom, hogy, hogy hogy ilyen szinten kellene. Hát olyan kis konkrét uh, leírást adtak hozzá, hogy hogy kell összerakni. Igen, igen, sokszor ilyen több oldalas. Ilyen Föl kellett leirátos... matricázni. Igen, olyan Igen. Is, is, matricázni. Úgyhogy, úgyhogy, igen, a kinder az nekem is abszolút megvolt. István viszont hozzád visszatérjünk, aztán Mila még úgy is hoz témákat, de hogy, hogy ugye a bélyeget azt ugye te bedobtad, az rendben van. A pónikat szerintem nem gyűjtötted, bár kicsit gyanús, de... Nem, kinder, kinder tojás én is játszottam, de hogy abból se, abból se tudtam olyat, hogy akár csak egy ilyen szériát hogy egy ilyen tematikus dolgot, hogy kigyűjteni. Vagy azt engedd el a tematikát, de nem, vagy az, hogy nem, az, hogy, mondjuk volt-e az, meg... hogy kinder gyűjtemény mondjuk, hogy 10-20-30-40. Nem, 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 igazi gyűjtemény, volt valami Kinderes biztos, doboz. Biztos, tehát, hogy... hát nem, hát odáig nem. Megőrülök, hát nem igaz. Nem, hát, csak, nem hevertek, hogy szanaszét hevertek ott egy a meshbox mellett, egy az ágy alatt, a harmadik az író. Az... Körülbelül igen. <laughs> igen. Tehát, hogy körülbelül, hogy el tudsz képzelni egy ilyen egy ilyen fiú szobát, hogy kb. úgy. Tehát nem, nem, volt egy ilyen, nem volt egy ilyen rendszerezés ebben a dologban, vagy egy ilyen külön gyűjtőjük. Aztán eltűntek. Igen, körülbelül. Tehát, hogy egy a, rendrakásnál egyszerűen kitakarítottam, és mentek a kukába az összes. Tehát, hogy nem, ilyen, gondolom, gátlástalan vagyok ilyen szempontból. Abszolút. Hát ezek után meg sem kérdező, volt -e, tehát. Már mit nem hogy cumid volt-e. Nem, nekem az, az kimaradt teljesen ezek nem is, a... Nem is láttam, a tudom, mire, mert... tudom, mire gondoltok, de, de kimaradt viszont pont az jutott eszembe, hogy mondták, hogy biztos nem gyártják már őket, hogy viszont erre nagyobb márkák erre rákaptak, majd az ilyen ehhez hasonlókat láttam, mikor egy időben volt a lányaimnak, meg a páromnak is, ez a panra, nem tudom mennyire van meg az az ékszer márka, karkötő, Aha. és akkor mindenféle ezért lehet, Igen, nem mondjuk csúnya felfűzni rá. Vagy mi? Tehát mindenféle ilyen kis műtyürkéket lehet rá felfűzni. nem garantálom, hogy van nekik ilyen cumi formájuk is. Biztos jó drága. Biztos. Megvan ez a, ez a fajta dolog, csak meg van mások, azt tudom, hogy a, például a Louis Vuitton kis lakatkákat gyűjtik, ilyen uh, híresebb celebek is ezzel szóra, az fűzik láncra, mert azt lehet tudni, hogy csak a Louis Vuitton táskához adják, ami, ami nagyon drága, és akkor azt, tehát, hogy most is vannak ilyen őrületek, csak hogy nem, nem, mindenkinek elérhetők feltétlenül. Tehát akkor elmondhatjuk azt, győdik. hogy ezek a műanyag cukik a gyermekkorunk Louis Vuittonjait? <laughs> Például, igen, igen, vagy legalább pannája, tehát hogyha nem is Louis Vuittonja, de legalább egy. Jézusom. Úgyhogy sokat nem tudok. A, emlékszem, nagyon jók voltak, tényleg szerettük a kindernél az összerakosgatást, meg ez az összepakolgatást, az egy, az egy tök, jó, tök jó dolog volt. Kihalt valószínűleg, ez már nem tudom, vagy túl bonyolult a mai fiatalságnak, vagy úgyis, úgy vannak vele, hogyha akármilyen tehát mindegy, hogy két darabból áll, vagy tizenkettőből pont annyira veszik meg, akkor meg kár feleslegesen túl bonyolítani szerintem ezt a ez dolgot. nem igaz, mert a legót meg mennyien gyűjtik már, és mennyien legóznak majd. Ez is. igaz is, ráadásul... Hát, Csokat, érdemes... de nem a gyerek gyűjti. Tehát a, a kisebbek azok csak ilyen izé, kilóra esetleg, tehát hogy ilyen kupacra... Tehát nem, nem az van, hogy, hogy összerakva szépen úgy tartogatva, hanem nagy ládára. De ha megnézitek a legók, mondjuk azért elég komplexek most már. Tehát, hogy pont ezt beszéljük, például a Kinder az ugye leegyszerűsödött, hogy gyakorlatilag ilyen egybites megoldások, viszont a legóknál, hát ugye még én, akkor én gyerek voltam, akkor csak az egyszerű elemek voltak nagyjából, aztán volt egy kis péci, most meg olyan dolgok vannak már, hogy én is csak pillázok. Tehát, hogy az Igen. viszont, az viszont azért, most akkor tényleg nem tudom, hogy a Kinder miért lett ilyen, amilyen. Megdőlt egy elmélet. Én arra gondoltam, hogy azért, mert hogy nincs rá közönség, mert Valószínű az úgy, vásár, úgy érzik, hogy az ő vásárlóiknak ez nem szükséges ahhoz, hogy eladható legyen a tojás. Ja, amúgy lehet. Egyébként pont ezt akartam mondani, lehet, hogy jobban vennék, ha, ha olyan lenne, mint régen. De Szerintem ezek sokkal szerint... jobbak voltak azok jobban fog így is. És ráadásul, ráadásul, az a vicc, hogy pont ezt néztem, ezt, a, ezt az ominózus krokodilt, szegény krokodilot ott már sír valahol. Rosszabb is a minősége így, hogy szinte egybe volt az egész öntve sokkal. Tehát egy az volt, a, az a lényeg, hogy megnyomod valahol a hátán, és akkor kinyitja a száját, és ijesztő. De hogy valahogy nem igazán működik. Még amikor emlékszem, hogy amiket összeraktunk, mondjuk emlékszem, hogy volt autó, amit így meg lehetett tolni, és Franko hangja volt, mert ilyen fémkerék, meg minden volt benne. Régen minden jobb volt, nem tudjuk. Kioptimiz, ki optimalizálták, úgy gondolták, hogy ebből Igen. a kindertoljára... Biztos, hogy olcsóbb így valószínűleg. Tehát... Picik voltak az alkatrészek, hogy volt, amit csak én tudtam megcsinálni, anyukám nem, mert, mert hogy annyira Egy nehéz volt megfogni. Igen, én. kicsi kész kellett hozzá, mert... És a B1 gyűjtős csipeszt pedig nem lehetett használni kinderhez. Hát nyilván nem, ne viccelj. hogy beszennyeződjön. Pontosan. De ha már itt a gyűjtést mondod, te neked nem volt ilyen gyerekkori gyűjtős történeted? Nekem? Hogy ne lett volna? Hát én, én gyűjtöttem a kinder tojásokat, tehát alap. Tehát És az... megvannak még? Persze. Én, minden, én mindent megőrzök. No. Én, 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 nem tudok, én, nem tudtam ki, de nekem megvan, megvan a Lego, a matchboxok, hát ugye azok is, minden ilyenem megvan. Akkor ugye hát a Turbo Rágó is megvolt, az valószínűleg már nincs meg, mert hát azok azért azok a, hát szerintem azok fel lettek ragaszgatva, meg, meg, meg az idők. De mondom, nekem volt konkrétan egy műanyag doboz tele, és azt emlékszem, amikor a, már a matricák úgy elszublináltak, akkor is a, az a doboz, az még, az még egy évekig, az még árasztotta magából az illatot, tehát azt az gyakorlatilag teljesen benyelte. De nekem például telefonkártyák. Igen, azt is gyűjtöttem, csak azt már később. Te, tehát én azt most bedobtam akkor egyet, a telefonkártya gyűjteményem az, az kőkeményen. Először elindult véletlenül, nem is tudom, hogy hogy, 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 és aztán így, így, így rájöttem, hogy ez jó. Csak elkezdtem, elkezdtem, ugye, ebben ugye az emberek vették, akkor mindenkitől lejmoltam, hogy ú, nem kell ad nekem, és akkor volt cserék, akkor volt, hogy kaptam, és a végén egy egész komoly kis gyűjteményt szedtem össze. Uh, Elmészem, ritka darabok is vannak. Tudod, és emlékszem, hogy jött ez, hogy rá volt írva, hogy hány darabot jártottak le belőle, hogy 5000, 10000, ezer, 10 mit tudom én, és hogyha te be tudtál szerezni abból, ami, ami, ami ilyen csak pár száz darabos, meg ezer darabos, akkor te nagyon nagy király voltál akkor. <laughs> és főleg, hogyha szép állapotban volt. Na most itt a, a, fiatalabb hallgató bár szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy a telefonkártya, az... az... Hát, nem, nem, hát lehet, hogy nem, mi hallgatóink tudják, azért nem biztos, hát hogy, hogy a, az, ez már. Régen ugye az utcai fülkék eleinte pénzzel működtek, hogy bedobták a pénzt, aztán jöttek a kártyás fülkék, nyilván azért, hogy a, a fosztogatóknak ne legyen mit kifosztani, és egy műanyag csipes kártyán volt egység és azt le lehetett telefonálni, bedugtad a telefonkészébe, és telefonálta és hogyha az lemerült, akkor gyakorlatilag hogy üres volt, és onnantól kezdődött a gyűjtögetés. Igen, nem lehetett visszatölteni, mint manapság dolgokat. Nem, de, azt, de vol, voltak ilyen, ö, ilyen, neten, hát akkor még nem neten, hanem szájról szájról forgója hoaxok, hogy mindenféle hülyeség, hogy a mély hűtőbe rakod, akkor, akkor megtartja az egységet, meg lekened ö, átlátszó körömlakkal, akkor, akkor nem fogy le róla az egység. Én meg mindent kipróbáltam, mert, úgy, mert volt egy-két ilyen kártyám, hát ami ilyen, amiből több volt, meg mit tudom, és volt rá, hogy kipróbálom. Volt tesztelni. Hát persze, hát miért? Baromság volt mind. Nyilván. De nem, nem, tudom elképzelni, hogy ez hogy működhetne, de jó. Ezek viccesek az ilyen Urban Legend. Tehát akkor neked is mi volt telefonkártya? Volt, de nekem nem volt olyan sok, meg én nem is le leimoltam annyira többiektől, ha nem tudom, valakinek nem kellett a krodatta, de, de azért annyira erre nem fügtem rá. voltam, nem tudom, 15 darab, 20, biztos van, ami most is. Tehát is semmi, semmi extra, nem nagy mennyiség volt egyáltalán. István, neked telefonkártya? Nem. Használtam, amit használtam, aztán eldobtam. Te Kész. Az egyszerűen a... itt van velünk szembe egy, egy, egy lélek nélküli ember. Nem is értem, hát, minek hívtatok a műsorba. Tehát ki. Túl ki. rövid vagyok hozzá. Kész. Az maga másik. Lelketlen is rövid. Hát. Nem, egyébként nekem sincs már meg egy csomó minden, amit gyűjtöttem. Az ilyen gyerek dolgok, amik ilyen ilyen kinder, meg hasonlók, azok annak idén el lettek passzolva más gyerekeknek. Tehát, hogy így... Jó, hát az végig is, ez egy, ez egy, szép dolog, ha úgy vesszük. Úgyhogy így tovább lettek adva nagy részt. Amit még gyűjtöttem, a szalvéta volt például. Az, nem is tudom, kitől rám, fogalm, sincs valamelyik ő, szomszédtól lehetett. Vagy az az a bélyegnek az elles változata. igen. 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 <laughs> Pontosan mindenféle szalvétából volt egy darab, és hát idővel izzel nyakamba szakadt egy csomó olyan is, amit ilyen különböző idősebb, nyugdíjas nénik így nekem adtak, és akkor már rengeteg volt, mert mindenki gyűjtötte egy időben, gondolom. Úgyhogy az, meg a képeslap, azt is gyűjtöttük. Szerintem ezekből sincs már meg, meg amit nagyon szerettem, az az ilyen lebélpapír megboríték, ilyen különböző, ilyen tízes szettekben árultak mindenféle... Gyerekként meg ilyen dizniseket vettem, meg ilyen így. cukikat, aztán... És hozzá ott... borítékok. Igen, igen, tíz-tíz darab volt Most pont, pont a soroltad fel, amiket így én is egy kalap alá mondtam. Mondtad ugye a szalvétát, nagyon nagy, és ugye pont mondom, akkor majd a levélpapírokat bedobom, mert egy -ez és Na most én nyilván nem voltam annyira lelkes gyűjtő ezeknek, megmondom szintén most bevallom férfi, és én a lányok miatt gyűjtöttem ezeket. Mert, okos, okos. mert, Mert, a lányok gyűjtötték, és hogyha ez a lányoknak tetszik, akkor nekem is tetszik innentől fogva, és ezért oh. én is részt vettem ebben a gyűjtögetésben, és nekem is lett így gyűjteményem, szalvéta is, meg levélpapír is, és tényleg, Egy de emlékszem, voltak ezek a disney s nem tudom mi, meg volt ami, ami, volt, ami set volt, mert boríték is volt hozzá, igen, az, az igen, bődületes igen. Király, és ezeket ilyen így őrizni kellett, ilyen és szépen, tehát, Igen, és nem írni rá, meg, meg nem lehet szamárfüles, meg semmi franc, hanem ez, 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 ez meg hajtás rajta, az úgy, úgy, úgy. Én nem is tudom, ezt, hát ma nem tudok egy A4-es papírt úgy elrakni, hogy ne gyűrjem szét. <laughs> és... és, hogy ezt annak <laughs> hogy oldottam meg gyerekként. <laughs> volt hely, vagy nem tudom, voltak dossziék, volt, amihez árultak ilyen kartonból készített ö, ilyen lapok. Tehát, hogy így a meg, nagy volt. összerakták így a kartonba az egészet, és akkor volt rajta ilyen tépőzár, és be lehetett zárni ezt a szettet ebbe a kartonba, tehát ez, ez a kartonap volt neki, ilyen, ilyen tároló, mint egy dosszié úgy nézett ki. Tehát, hogy voltak ilyenek is. Úgy érzem, hogy István megint, mint az ufo <laughs> úgy tökünk. néz, tehát, hogy, <laughs> hogy, hogy, hogy... most... egyszerűen én nagyon, nagyon, tudom becsülni valakiben azt, hogy ha, ha, ha van annyi kitartás, hogy szeret gyűjteni, és, és odafigyelni erre, és plusz megőrizni, tehát, hogy én mindig irigyeltem az embereket, akik úgy tudnak ragaszkodni, dolgaikhoz, mert azért csak emlékeket őriz, régi dolgokat, ott valamilyen szintű kötődés kialakul, belőlem ez nagyjából hiányzik. Tehát, hogy még a, tehát ami nekem egy nagyobb gyűjteményem volt, amit tényleg elég sokáig gyűjtöttem, és elég sok volt, azok a képregényeim voltak. No. Tehát ott is a, tehát nekem, és főleg márveles voltam, tehát nem azért, mert fújolok a DC-re, de hogy valahogy nekem annyira nem jött be ez a Superman Batman vonal, sokkal inkább a marvel meg a transformer vonal volt, tehát abszolút ez a tipikus kocka fiú voltam, aki, aki ezekért tudott rajongani, és megvoltak, tehát abból tudom, hogy amikor megjelentek magyarul az X-menek, ott azt hiszem sikerült az első 20-30-40, nem is tudom, hogy hány szám mindegyik meg legyen, tehát hogy egy-kettő talán, hogyha hiányzott, pedig azért nem volt egyszerű odát Romániában megszerezni őket, tehát nem, nem ugyanaz volt, mint itt, hogy leromboltál egy, egy, a, sarki újságoshoz megvetted, de hogy azt abból elég sokat sikerült, de ennek ellenére azok is valahol az időködében elvesztek, tehát hogy átmentek Paszta. egy ilyen metamorfózison, és arra sem emlékszem, hogy mit, nem hiszem, hogy kidobtam volna, de arra sem emlékszem, hogy odaadtam volna valakinek, tehát gőzöm nincs, hogy, hogy az évek során mit csináltam vele. Krumplit pucoltanak rá, <laughs> hát figyelj! Nem tudom. Tehát, Pedig hogy lehet köztük nem... értékes is, tehát hogy lehet, az... hogy van köztük biztos, öre, ami biztos. sokat ért. Biztos, de nem, egyszerűen nem, akkor alakult ki ez a szinti dolog, hogy akkor vigyázok, nem tartottam fóliázva őket, meg ilyeneket, én olvasni szerettem, meg lapozgatni őket, tehát azt nagyon élveztem. Még csak, még csak nem is fóliában tetted el, hanem... Nem, nem, csak simán én, én, én azért vettem meg, tehát én, én semmit nem tudtam azért, azért megvenni, hogy utána ottan csomagoltan, és akkor bontatlanul így megtartani. Tehát nagyon sok legón van, tehát ez egy ilyen felnőttköri ők lett, aki, aki látja a, a videófelvételt, a hallgatók nem látják, de ti ketten látjátok, tehát, hogy mennyi, mennyi legó van itt a hátam mögött is fenn a polcon, ez egy kis része annak, amivel rendelkezem, de nincs egy bontatlan LEGO csomagom se, tehát képtelen vagyok, mert azt mondják, hogy milyen jó befektetés, pedig most egy ilyen szép nagyobb szettet elteszel, tíz év múlva akkor a ritkaság lesz, hogy vagyonokat fizetnének érte, de én nem tudok, tehát hogyha nekem van egy, az nekem az azért van, mert az az enyém, akkor én azt kibontom, és és összeépítem. Tehát, Biztos, hogy, nincs, hogy valaki egyébként ezért vásárolja meg, hogy eltegye és majd előszedje, ilyen, mikor szüksége van rá. De egyébként a Titanic az nagyon menő néz ki a háttérben, ez az brutál. Nyilván azt látom a legjobban, de, oh, <laughs> de tényleg igen. nagyon jól néz ki, <laughs> nagyon durva. Nekem az... ez eddig eszembe se jutott, hogy ez befektetés lenne. Tehát, hogy a LEGO az nekem is abszolút az, hogy. Pedig az sokaknak az. Igen. A LEGO az attól hogy, attól, hogy felépíted, attól még a gyűjteményed része marad. Igen, csak úgy már nem eladható. Tehát, a hogy a nem nyimta... akarom én eladni, hát? De valaki És vesz. azért veszel. Tehát, hogy kettőt, tudom, hogy csak, én nem is gondolkodtam ezen, hogy... én nem, megvesz, ezen, hogy... Uh -huh. Tehát én, nem én, szoktam ilyeneken <laughs> gondolkodni, hogy lehet például ö, szerepjátékos szabálykönyveket is így gyűjteni, meg érdemes, mert, mert, azok is olyanok, amik így jó pár év múlva, vagy évtized múlva. Igen, 10-15 év múlva barami. Rettenetesen jó árban kelnek el később, ha nem bontod ki. Úgyhogy... Gyűjtötted, Mila? Én, 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 én szabálykönyveket is gyűjtök, igen. De, na. de azokat nem így, hogy, hogy van olyan, ami bontatlan valóban, hát ha, reménykedem, hogy egyszer a nagyon gázban eladom akkor. Milyen a reggelente föl jó. kell, megnézi a neten az ib en hogy na, mennyi, száz dollár már? Igen, mindig, még néha elmegyek más emberekhez, felgyújtom az övéket, hogy elfogyjon. Nél kevesebb. Hát nézd, mondják, hogy fia, volt egy ilyen szabálykönyved, ugye? Igen, van, nem mondom, volt. <laughs> igen, pontosan nem, nem, azért. Nem pusztítom őket, de, de van pár ilyen nem, igen. Mert hát, hogy nagyon sok szerepjátékoztam, de ezt nyilván már a 10, 10 plusz volt, amikor ezeket elkezdtem gyűjteni, 14. De amúgy képregényeket én is szerettem volna gyűjteni, csak annyi pénze még akkoriban nem volt, tehát, hogy így azokra nem futott. Amit gyűjtöttem, az ugyan nem képregény, de azt már beszéltük talán egy másik műsorban, olyan Sailor Moon meg Dragon Ball füzeteket gyűjtöttem, amit a újságosnál állultak ugyanúgy, az nem képregény volt, hanem az eredeti rajzfilmnek a ki screenelt pillanatai voltak betéve, és oda volt írva a szöveg, ami a folyamon is szerepelt. Hát én egy hatalmas ilyen. Dragon Ball fan voltam, de. Ezt Van. Na, majd keresek nekem. Ezt, ezt látnom kell. Tehát én, én, én az edet azt végignéztem japánul, mert hogy, ugye uh -huh. akkoriban ment ez a szinkron hé, meg minden, úgyhogy én végignéztem japánul, Ö, úgyhogy én nekem ezt látnom kell. Tehát nem a hallhatok maga nélkül, hogy ne lássak egy ilyet. Na most szerintem a Ball egyébként az ott konkrétan a mangát, tehát aki ké eredeti képregényt adták ki magyarul csak nem egy kötetet adtak ki egyben, hanem fejezetenként adták ki, és ilyen rettentő vékony füzetverziója volt. A Szérmunnak volt ez a, ez a színes animált változatnak a le, leszerkesztése újságverzióba, de a, a, Dragonból az biztos, hogy ott a mangát adták ki, az eredeti képregényt csak magyarra fordították. De nagyon kevés készült belőle sajnos. Hát, hogy ez, ha találsz, az mindenképpen, mm. ez nagyon érdekes. Megkeresem, biztosan. Ha biztos. hát Dragonban a legnagyobb király. <laughs> Úgyhogy, úgy, én, ha füzeteket, vagy ilyen, vagy ilyen magazinokat, akkor az ez volt, de ilyen, ilyen Marvel re meg dc de sajnos nem telt, én azt csak tévében néztem. Akkoriban. Most már tellék, most már veszek. De várj, akkor most, most gyűjtök. Most valamit? már gyűjtök, de hát mikor gyerek voltam, még ilyet nem csináltam, de most Aha. igen, most gyűjtök Marvel-t én is, meg is. Akkor várjál, benned nincs meg ez a, ez a fúj Marvel, fúj DC nem, és egyik másik. Nem, én ezt nem én, érzem át én ezt, ezt a... nem ér, Én ezt nem értem, de tudom, hogy van egy ilyen ellentét, van. néha, így hallottam, hogy egymásnak feszül a két tábor, de ugye. én ezt nem vágom, mert hát szerintem ezek nem egymás ellen. ellentétei. nem, nem, nem mozog, ez... csak... Jó, hát, a... hát, attól függ, kit kérdezel, ha megnézed, nagyon sokan, sokan azon, azon, veszekednek, hogy hát nézd meg az X karaktert, amelyik a Marvelnél jelent meg először, és az annak megvan a DC lemásolta. Igen, de hogy a DC-nél megjelent ez a karakter, és azt nézd meg, hogy a Marvel lemásolta. Tehát van egy ilyen... Sőt, egy csomó szereplőnek ugyanúgy két keze van, és két lába, meg feje is van, hallod, nem fúj, nem. Hát nem. <laughs> Akartam mondani, hogy a 30-as években készültek, tehát hogy így akkor kezdtek el ilyeneket készíteni, és most, hogy ki volt előbb a tyúk vagy a tojás, hát ez miközben egyébként meg a japánok is készítettek ilyeneket, és náluk is jelentek meg ilyen szuperhősök. Tehát, hogy azt, hogy a Marvel meg a DC onnan mit vett? Szóval, nem akarunk igazságot belemenni. tenni Ugyan, ebben. nem, kell, nem kell ebbe beleásni ennyire mélyen most. <laughs> De ha már magazinok, én, én nem hiszem, hogy én nagyon gyűjtöttem a Garfieldokat például. És ott, ott, például, ott, például, ott, például, ott például abszolút Istvánnal, tehát hogy nem csak vitriban, hanem én tényleg olvastam. A, voltak ugye a kiskönyvek is, amiket kiadtak néha negyed évente, vagy a vég tudja, mikor azokat is gyűjtöttem, és azokat én olvastam is nyilván. Akkor Kázmér és Huba. Jaj, az jó volt. Ne cuki. Igen akkor, és hát ugye később aztán ugye jött a kretén és a med, ez a két rendkívül, de hát szóval, hogy hát na. Nekem a kreténből a perverztata maradt meg, meg a, a, a tata, tehát az... <laughs> nekem, nekem ő Na most volt. akkor sokkal jól István, nekem megvannak azok is. Gratulálok. Az Fogadok, össze, hogy neked az ilyen az chip össze, magazin, szóval meg az ilyen PC volt, meg ezek is így úgy az első számtól a mostanig ameddig... Uh, PCX, a... PC PCX PC magazint gyűjt, PC gyűjtöttem, és elég sok megvan, megvan az újság is, és megvannak a CD-k is, igen. Wow. A chipmagazint annyira nem szerettem, a PCX-et szerettem igazán, mert abban úgy minden volt. Úgyhogy, Nekem úgyhogy PC e, guru eltaláltad. volt egy ideig, mert azt is a játékok miatt veszegettem, de az is nem nem marad meg, tehát... hogy Neked Lukas kezed van, tehát úgy gyűjtesz, hogy kifújja a szél, Abszolút mész nincsen ilyen izém, tehát képtelen vagyok meg, megmaradni náluk, tehát megtartani őket. Tehát amikor éppen úgy van, hogy már nem kell, nincs hely, akkor, akkor megszabadulok tőlük egyetlen módon. Szegény titanik, ma ott meg a hátul. <laughs> De egyébként ez nem baj szerintem már, mint hogy azért ha túlzásó is lehet vinni. Van az, a, van az a, fajta függés, amikor már így a, az, az egész a birtoklási vágyról szól, nem? Hogy, hogy neked legyen meg. Hát ez mindig, ez mindig, erről szól, ha belegondolsz, csak itt, 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 az, hogy mennyire, mennyire uralkodik el rajta. Tehát, hogy én elég sok mindent gyűjtöttem, de igazából semmi nem uralkodott el rajtam mert mindent ezt csak abba hagytam, az kész. Annyi, hogy nem dobtam ki őket, mert hogy... Mindent megtartasz. Hát ilyen. most figyelj, mi vagy nem raktárnyi mennyiség volt mindenből, hanem ilyen, ilyen kocagyűjtő volt, tehát Ami volt a mindenből. Hely. Hát most most, most, el, el, a telefonkártya mennyi helyet foglal? Tehát, igen, hogy... igen, azért mondom, amíg van hely, addig miért ne? tehát, tehát, nem, hogy... nem, nem robotokat gyűjtöttem, mert szekrényeket. Azért a hanem... múltkor említ, említettél pár szeknyírnyi laptopot, hogy hogy, vagy nem laptopokat, vagy számítógépeket? Hát tenni, az, az vannak... van, van, van. van a helyet, tehát... és... ha van, ki ne dobjátok. Igen, hát az egy kicsit neccesebb, igen, hát azt nem mitthon tartom, de igen, igen. Ez, ez, most, ez, most, ez, most, ez, most, igen, ez, ez kicsit kellemetlenül ért, de igen, van, az kicsit nagyobbak. <gül> <gül> Valóban. Múzeumot, múzeumot, kell csinálni, de tényleg egy ilyen paralaxis múzeumot lehet csinálni valahol, összedobni, és akkor mm, mindenki az egy gyűjteményét oda betenni, és jegyeket árulni rá. Húha, <laughs> Nem tudom, nem tudom, ki kíváncsi majd azért laptopjaimra, meg a számítógépekre, meg a nem tudom mire. Lenne, hidd, de nekem is van olyan ismerősöm, aki gyűjti az ilyeneket, az égi kücsüket, mindenféle ilyen játékokat is, tehát, hogy van, lesz, akit érdekel. Na biztos, reme, hát igen, igen. Na, volt-e még valami gyűjtés gyerekkorban, vagy emlék, vagy ha ti nem is gyűjtöttétek, de valaki gyűjtött, akit ismertétek, csak ti nem gyűjtöttétek, mert drága volt, hülyeség volt, nem jutottál hozzá, akármi? Kosoros kártyák. Ah, nagyon jó, ez nagyon nagy dövés. Igen, a kosoros kártya az... Én az... nem gyűjtöttem, én, én nem gyűjtöttem, de, kimarad, de, nálunk az osztályban a fiúk azok, a csajok is, nem tudom, már nem emlékszem, biztos vagy esem, mindenki gyűjtötte, elég sokat cserélgették őket, én nem emlékszem már a metódusra, hogy mi, 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 miért, miért ért, annyit, amennyit ért szóval nem tudom, de... de hát a ugyan, limitált kiadások rá hogy limitált kiadás, meg de volt ilyen volt. aranyozott szélű, meg ezüst szélű, meg ugye Igen. az akkor, akkor játékosok, ugye Michael Jordan, meg nem tudom ki, akik akkoriban voltak, ugye azok mindig többet értek, mert azért mégiscsak ő. És akkor hiszem, hogy ilyen Nekem nem volt, de, 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 de osztálytársaimnak volt, és akkor hiszem volt a csillogós verzió, meg a hologramos verzió, meg a nem tudom mi, és akkor azok, 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 azok baromi azok barami értékesek voltak akkor. Na, nekem flex. ugyanilyen volt Star Wars-ban, meg Dragon Ball kártyában, meg Sailor Moon-ban, meg matricákat gyűjtöttem, de szerintem egyszer kibeszéltük már, hogy milyen ugyanilyen matrica függésem volt, és akkor én abból rengeteget, az, az nagyon sokáig tartott a matrica függőségem. És megvannak még? Az album még megvan, amiben begyűjtöttem az összes olyat, ilyen egész szetteket. Aha, igen, az még Viszont megvan. Ha már matrica, a Lutra album. Igen, igen. Volt, volt, de már nincs meg szerintem. Volt. István az is ilyen kocába, hogy megvolt néha Ab a, a, a az útra a abszolút album, bár, bár valami, igen. És akkor főleg, a, mit én, volt egy autó, ami nyolc darabból állt, akkor meg volt a ködlámpája, meg az, az antennája, az napot Nagy elég igen, volt belőle. Igen, igen, nagyjából ez volt. De minden ilyen, ilyen gyűjtögetős, hát ebből volt nekem is több. Nem tudom, akkor milyen kiadó adta ki ezeket a, azeket a kártyákat, és akkor... A panini szerintem. Kis, valószínűleg akkor már volt, a Panini volt akkor is, aki csinálta. És én is veszegettem focis kártya, meg tudom, hogy volt izé rajzfilmhez kapcsolódó is, de most fel, nem tudnám felidézni, milyen rajzfilmhez kapcsolódó ilyen, ilyen kártyákat gyűjtögettem, és ragaszgattam be a, a, szépen a matricás könyvbe, de egyet nem tudtam kigyűjteni, tehát nem volt olyan ilyen matricás gyűjtő, ami, ami úgy egy szett úgy teljes meg lett volna mindenestől. Aztán elmúlt, és azt is dobtam, kukáztam, tehát, hogy ilyen borzalmas ember vagyok. Te most már az lesz, nyugodtan elmehetsz pisilni, vagy bármi, mi beszélünk a Milával, és akkor István, István helyett mondom, hogy hát láttam, volt ilyen, a szalvéta is volt, beletöröltem a számot, kidobtam, hát kit érdekel. Nem, a szalvétát még csak, még csak, nem is tudok felidézni, még osztálytársat se, vagy senkit. Kinek lett volna ilyen gyűjtési mániája? Tehát nem, nekem, ez nem, nekem ez kimaradt, hogy azért gyűjtöttem volna valamit, ma a lányok a környezetembe gyűjtötték. Hát nem olyan mindenki olyan alkat, mint én, de ezzel nincsen nem, gond. azért mondom, hogy nekem ez így kimaradt. Tehát, hogy ez teljesen, teljesen elment. Most a Lutra visszatérve nekem volt, szerintem az is megvan, amely autók voltak. Na, az, az teljesen, azt az kimaxoltam. Tehát ott addig, 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 addig ment a csere meg a gyűjtögetés, hogy az összes rohadt tetves autót, mindent sikerült beragasztani. Az volt az egyetlen, amit fúra megcsináltam, mert igazából tényleg baromi sok pénz ment volna erre rá, hogyha ezt meg akarod csinálni, de az, az emlékszem, hogy még valami kiállítás, vagy valami bőrze, vagy mi a bánat is volt ezeknek, tehát ez, léteztek, a BMW-n, aztán volt erre egy ö, valami happening szervezve, volt, lehetett menni ezekkel a mert meg mindenre, és vihetted a cserédet, hogy begyűjtsél ö, neked ö, hiányzókat, és emlékszem, hogy én ott, én, 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 ott meg, én ott voltam, és akkor ott sikerült sikerült a teljeset megszereznem. Úgyhogy a Lutra albumon nekem egy teljesen van, nem tudom, hogy ezzel én most... Wow. Nem, az e tök e nagy dolog egyébként, mert nagyon nehéz volt ezeket összegyűjteni, mert ugye duplikálódtak a matricák. Már rengeteg. Tehát, tehát hogy voltam, egy volt... csomagot, ami nagyrészt lutri volt, hogy mi van benne. Nem tudom, nekem mindig úgy jöttek, hogy volt, hogy öt vagy tíz volt egyetlen matricából, a többiben meg egy se. Hát, direkt valószínűséggel őket, igen, hogy legyenek ritkosságok, meg legyen, legyen sok. Itt miközben mondtad, Gergő is rákerestem itt erre a Lutra és pont beugrott, hogy kacsa nem is volt. Tehát az, az, volt. Tehát mondtam, hogy rajzszíl, hogy volt, na kacsa mesék, és az biztos, hogy volt. Hát akkor mindenre rámentek szerintem témában valószínűleg, amit, amit el lehetett adni a gyerekeknek. Igen, nagyon sok mindenjük volt, igen. igen. Meg uh, Pokémon Pokémon Tezót gyűjtöttek még a többiek, arra és szem, az nagyon nagy mánia volt. Na most a Pokémon azó csak, hogy Tisztába tegyük, hogy gyakorlatilag a pokémon tazók azok azok a kis műanyag korongok voltak, ugye? Igen. Amit Igen. a kicsik Igen. 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 Na az nekem, hát azt hiszem talán volt egy darab pokémon a. hú, hogy hívták, Brouzy, vagy, a... nem tudom. Na mindegy, mindenki Pikachu-t akart, azt tudom. De nekem egy darab volt, nem tudom, hogy jutott hozzám, de azoknak mondjuk nem tudtam a funkcióját. Tehát az például ott én egy kicsit István voltam, mert nem értettem, és nem tudtam. Tehát így volt egy jó kész, ennyi. <laughs> Igen, azt, azt lehetett így gyűjteni, játszani is lehetett vele, tehát volt. Várj, volt... Te, tudta, tehát lehetett vele játszani? Lehetett vele Mit? egyébként hogy? játszani, de hogy már hogy az arra most így nem emlékszem, sajnos ez több gáz, de nem emlékszem, hogy hogy lehetett vele játszani. Nyilván volt Pokémon kártya már akkor, tehát hogy gondolom szerintem ez inkább arra nyargalt rá a gyerekeket, hogy, hogy elkezdjék a Pokémon kártyát venni. Ami szerintem mondja, a Pokémon annak idején, amikor bedobták teljesen, mint a WC ülőkét, ez bármit lehetett a Pokémon, akkor vettek. Igen, 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 de a Tazó az, 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 szerintem az csak egy ilyen plusz extra volt. Lehetett vele játszani, de most már nem emlékszem, hogy, hogy azt hiszem, hogy valahogy lehetett dobálni. Dobálni, nem? Én a reklámban úgy rémlik, hogy hülye gyerekek dobálták. Igen, igen, dobálni kellett ezeket a Tazókat, de igazából papír kartonból volt az egész, tehát hogy nagyon nagy dolgokat nem lehetett vele létrehozni. Azt hiszem, hogy lehetett talán építeni belőle tornyot, és akkor azt szétbombázni a másik tazóval, nem tudom, valami ilyesmit talán lehetett, de nem akarok hülyeséget mondani, szerintem valami ilyesmire volt jó. De egyébként más chipset zacskókban is, én ezeket is gyűjtöttem az ilyen chipset zacskókban lévő, mit tudom én, de gyorsan akartam mondani, volt ez, van az a csatozban lévő matrica, meg azt hiszem tetoválás is volt beletéve a csipszet zacskóba, meg egy időben a, a kólának voltak olyan kupakja, amiből betűket lehetett és szavakat Igen, lehetett összenekni, azt is gyűjtöttem. Volt-e ez, ez, ezeken kívül olyan gyűjtésetek? Istennek nyilván nem, de hát nem baj azért. Ami ami esetleg ilyen, mert most elmondtunk egy csomó tényleg a 90-es évek és ilyen, ilyen abszolút ilyen, ilyen általános komondókat, de volt valami úgymond extrém, ami hát úgy ritka vagy nem jellemző, tehát nem ezek a hanem valami más. hát hogy az embereknek vannak ilyen hülye mániái, volt-e valami Téj, ilyen. Vagy bérműtétre gondolsz, hogy ilyen var varrat számot, vagy mire gondolsz? Például, hogy... hát mondjuk akár, igen, mondjuk, nem. mondjuk műtétekből varratot, tessék, nagyon jó ötlet. Nem, nem, azt se, azt se gyűjtöttem. De bepróbálkoztam, de hát ilyen, bocsánat, hogy belét folytam az ott, így bepróbálkoztam így a 90-es évek végén már az olyan típusú, ami szerintem megint csak általános gyűjtéssel, mint a boros üvegből a parafa, az van. a sörös kupak üveg, de aztán rájöttem, hogy ez nem akkor a buli, mint meginni, tehát hogy tehát sokkal, sokkal, izgalmasabb volt, csak simán meginni, aztán kigorni a francba, tehát hogy nem kellett nekem ahhoz egy ilyen nagy kupac legyen a bármilyen kupakból, hogy tudjam, hogy én mit fogyasztottam el, úgyhogy ne, ezzel is felhagytam, tehát maradt simán az ivás mindenféle. a boros üveg parafa az dísz, tehát nekem például vannak üvegtába parafa, és tök jól néz ki. Na, lehet, nem. Hol engem fogok? nem győzött meg, mint dísz, úgyhogy nem, nem maradt meg. Nekem nincs ilyen nagyon standard dolgokat gyűjtöttem, mint ahogy elmondtam. Meg zseléstól, meg az ilyeneket is gyűjtöttem. Jó, hát az de az az, ezek, ezek, ezek ilyen tök alap Illatostól? Hát, ilyen. Mm, olyan is volt biztos. Ilyen, igen. Az igen, nagyon király. represi meg innen fél tollak. Van, van olyan barátnőm, ő, az, ő, aki például az ilyen gyűszüket gyűjti, de ő így világszinten, világ mintájáról gyűjti a gyűszüket. Igen. Én, abban több többféle van? van? Igen, vannak vannak többfélék is. Hú, Meg hú, hú, van, aki hú, ilyen, hú. ilyen mini poharakat is gyűjt. Ezek ilyen, ezek ilyen mindig ilyen dekor dolgok. Tehát, hogy az ilyen kifejezetten arra van, hogy gyűjtéssel, nem arra, hogy használd. Úgyhogy ilyeneket, van, aki könyvjelzőt, ilyen barátom is van. Most én bedobok egyet, én a repülőgépekről a repi gyűjtöttem, tehát az összes ilyen szalvéta, kés, minden lószar, <laughs> amit el tudtok képzelni, nekem volt lufthanzás, malévos, minden, tehát anno a malév az olyan vagány volt, hogy fémeszközöket eszköz, evőeszközöket is adott, tehát nekem ebből konkrétan egy nagy gyűjteményem volt, az összes ilyen, mindenféle repülőn kapott mindenféle franckarika, azokat én nagyon gyűjtöttem. főleg, hogy van, ami már nincs is. Ö, hát a, hát nyilvánvalóan ezek a, mű, nyilván ezek a műanyagok már nem nagyon vannak meg, de a fémek azok megvannak. Tehát a malévos villám, az, a szigorúan a malévos villám, azt így kell nevezni. De ugye értettem, hogy értett még maga a repülő társaság is van, hogy már nincs meg. Ja, hát akkor... igen, 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 Így különösen érdekes ez, hogy megvannak még ezek. a fém malévos villa azok... az a mai napig használ, a használós villa. Meg van kiskanális kanális malévos, az, az is fém, az a mai napig ott nem van a konyhában, és az, az üzemben van tehát nem vitrínben van, hanem, mm -hmm, van, hanem használva nem van. Aha, aha, Abszolút használban van, van. De, az, de akkor, akkoriban tényleg emlékszem, és olyan jó kis pakkokat adtak, és emlékszem, hogy szappantól kezdve minden kis szappant, minden, amit el tudott. hogy ez jobb, mint amikor a hotelből gyűjti az ember az ilyeneket. Hanem, hanem, ez, ez menőbb szerintem, hogy repülőről van, nem pedig hotelből. Igen, mert a kis műanyag tálak, tehát tényleg nagyon jó, nagyon jó. Én Ezeket nagyon gyűjtöttem. Anul. Én nem repültem gyerekként. De, 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 bárki, aki, aki repült, az, az, és gondolt rám, akkor, akkor félretette, ah, És, akkor, és akkor kaptam. És, a... na, az, az, is na, mond, az... mennyit repültetek akkor? Én, se sem mennyi, tehát én, 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 féltem a repüléstől, tehát én nem repültem gyerekként, de mások igen. Nem tudom, miért jött ez, ez, a, ez a, hülyeség, de jött. És, és, na, az, viszont, az viszont elég sok helyet foglalt azért, tehát ott több doboz ilyen dolgok voltak. Aztán rájöttem, hogy a vajat meg ezeket azt nem érdemes sokáig tárolni. Hát azokat nem. Volt, volt egyszer egy, egy élményem, amikor kibontottam, mondom, ó, valami nem stimm, és akkor rájöttem, hogy gyerekként, hát akkor nem biztos, hogy mindent érdemes elrakni. A cukorsó az jó, Igen. meg a bors, azok rendben vannak, de, de, de az összes többi az, az már probléma. Hát, elkezdett érezni a lakásban, hogy valami, valaminek szaga van, de mi lehet az? És akkor így, így kutatott ki, volt ilyen, oh. szimat a doboz, a sarokban volt az ajtó mögött egy ilyen polc, és oda volt a barakó, és így ajajajajaj, hát errefele van a történet és akkor meg lett a bűnös, úgyhogy ott volt némi kis mosása a dolgoknak, de a többi megmaradt, úgyhogy nem volt gond. Hát ez tök jó, nekem ez tetszik. Nekem nincs ilyen, ilyen különleges gyűjtésem szerintem. Én terveztem drága festményeket gyűjteni, de nem, nem jött össze. Még nem tartasz ott. Mert először még a 20 eseket kell kezdeni gyűjteni hozzá. Nem? Igen, igen, igen. Igen, sorszám szerint egytől egészen igen. az egymillióig. millióig. Bank az a svájci bankszemlákat. Nem, nem. Azóta én, én társasokat kezdtem el gyűjteni, társas játékokat. De a gyűjtés alatt azt, ér, azt érted, hogy. Ő, tehát Ki olyan... se bontom. Tényleg? Nem, nem, kibontom, kibontom. De akkor csak olyat veszel, amivel játszani is? Persze, akarsz. persze. Tehát csak azért nem veszel, hogy legyen? Nem, nem. azért, És kirag, nem. ennyire István nem nem vagyok ennyire függő, de, de biztos ebből is lenne olyan, amit így később jó lenne eltenni, és akkor mennyit ér majd, bekerül egy múzeumba vagy nem tudom. Fölnéztem a szekrény tetejére, hát nem, régi mobil és mobiltelefonok itt vannak, de az az egy vitrinben van, az megint már. mobiltelefonokat is gyűjtesz. Ajjaj. De hogy ez mind csak a tiéd volt, vagy másokét is elkéred, és akkor? Hát is. Meg van valami az enyém, aztán hát van, amit ugye én régen nem tudtam, hogy ezt mi legyen vele, azt a volt, hogy csomót szereztem most utólag, de van olyan, ami az enyém. Itt, itt fölnézek, és látok köztük hogy. Mondom, hogy múzeum, múzeumot kell indítani, tehát szerintem már ebből kijönne. Leszek ilyen. Csak kettőtök gyűjteményéből, tehát nem is kellek hozzá. Hát figyelj, te a Titanico eljöhetsz, de... Ilyen pici sarok egy üres asztallal, itt lenne az Istvánnak a gyűjteménye. Az a hülye, nem dobna ki mindent. De, de, van, de ha van szabad öt perc, elmesélek minden, mi minden gyűjtettem, és körülbelül igen. Ez jó. jó. Na jó jól van gyerekek, hát nem tudom maradt -e mi bennetek bármi gyűjteni való. Most nincs. És is, is, is István a hatalmas listáját akkor megosztotta velünk hogy mi minden gyűjtött. Bizony, minden szállig. <laughs> Igen. <gül> Akkor szerintem be is a mai műsorunkat. Végül is kibeszéltünk gyűjtögetéseket, mindent. Érdekes dolgokat, kevésbé érdekeseket. Nem maradt más rá, mint hogy Farkas Katalin Mila, szívtelen Magyarosi István és minden kollégám nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hibőzetetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.